Beszűkült a világunk. Vagy mégsem? Most egy beszűkült és közben mégis kitárult világban, sőt kitágult világban élünk. Sok minden beszűkült körülöttünk, meg van, mikor mehetünk boltba, igazából valamennyire beszabályozták, hogy hova mehetünk. Sok-sok korlát van, ami most beszűkíti a világunkat, de valahol, ha belegondolsz, tudatossá is tesz. Igazából nem kellett volna eddig is meggondolni, hogy hova megyünk, kivel találkozunk, mit csinálunk. Most a félelem keltés, meg a félelem fokozása az, amit nehezíti ezt a helyzetet, és nyilván nagyon sokan tartanak a vírustól, de a megbetegedéstől féltik a szeretteiket. De mi bajunk van abból, hogy nem járhatunk állandóan boltba? Viszont hova járhatunk? Mondjuk a természetbe. Sokan sírtak eddig, hogy keveset tudnak otthon lenni. Hát tessék! És ha odafigyelsz magadra, kitágul a világ. Megismered azokat az embereket, akikre számíthatsz. És megismered azokat is, akikre nem. Megismerheted a legfontosabb embert, saját magadat. Ebben a bezárt időszakban nekem és több barátomnak, kliensemnek, tanítványomnak rengeteg felismerés jött. Kinyílt egy másik világ, a saját belső világunk, amire eddig nem figyeltünk. Ugye minden nézőpont kérdése. A te világod beszűkült, vagy kitágult? És odafigyelsz rá. Ez az univerzum dinamikája. Összehúzódás, kitágulás. Összehúzódás, kitágulás. Beszűkülés, kitágulás. Te most hol tartasz, és hogyan használod ezt a lehetőséget?